Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakae Metal autóalkatrész. Mi volt a világban 1984-ben? Hát a szerencsésebb helyeken például megjelent a Macintosh. De mi volt itthon? Ültünk az Orion TV előtt, és néztük a Panoráma nevű politikai műsort, vagy Kudlik Julival a Deltát, a citrisztek az elején. Aztán képzeld el, hogy 84-ben mondjuk ilyen volt a női divat. De ültél itthon 84-ben, jártál a Szamaráddal talán, járhattál esetleg Zsigulival, Zaporozseccel, egy jó Dacia-val. Aztán képzeld el, 84-ben megjelenik egy autó, ami így néz ki. Hát mekkora atomvillanás lehetett? Rohadt egy dolog az idő múlása, mert én az összes 32 évemmel nem annyira érzem magam öregnek, de arra még tisztán emlékszem, amikor a helyi diszkó előtt szombat este kézifékkel álltak meg a CRX-ek, hogy aztán tiltassák a motort. Tiltassák, ez a kedvenc Honda ipari műszava, amikor egy helyben rugdalod neki, limiterem. Na de, ilyen gyerekkori élményekkel meglátni az OT-rendszámot egy CRX-en, az súlyos. De erről az autóról nem beszélhetünk, amíg nem beszéltünk az első generációs CRX-ről, mert hogyha beleképzeled magad abban a millióbe, amiről az elején beszéltem, tehát hogy mi volt 1984-ben Magyarországon, majd megjelent egy autó, aminek műanyag karosszéria elemei voltak, aminek számítógépvezérléses befecskendezése volt, és egyebek, akkor így rájössz, hogy hát Japán lehet, hogy UFO ország, de akkor még időgépük is volt. És ez egy olcsó, gazdaságos, városi kisautónak indult. Azok az autók, amiket ebben a videóban láthattok, élőben is megnézhetők, Pécsen, június 3-án, 4-én az Expo Centerben. Inkább youngtimer és veteránus vonalon lesz érdekes a rendezvény, de a parkolóban azért egy kis drift is belefér. Nem nagyon bonyolult a matek, ez itt a harmadik Civicnek a platformja lerövidítve, ez itt pedig a negyedik generációs Civicnek a platformja lerövidítve. Na most, mind a kettő világautó volt, mind a kettő készült mindenféle szokványos és amúgy tök érdekes motorokkal, de talán mondjuk azt, hogy a skála egyik vége, azaz 1.3-as 58 lóerős volt, ezzel állítólag az autóval nem kellett megerőszakolnunk magunkat egy 4 liter alatti fogyasztáshoz, hiszen nagyon-nagyon könnyű. A legkönnyebb első CRX-ek azok 760 kilósak voltak, de a fölextrázott darabok se nagyon mentek 850 kiló fölé. Még a második generációnál is keresni kell az 1 tonna környéki darabokat. Na de, volt az 1.3-as nyomormodell, és volt az 1.6-os 125 lovas dupla vezérműtengelyes, már rendes DOHC benne a gyönyörű Honda nyomással, és ugye PGM FE, Programmed Fuel Injection. Ágó Bélával beszélgettem erről az autóról, aki nagyon szereti hivatásából adódóan a Fordokat, és a japán autókért is oda-vissza van neki mindegyikből otthon, és azt mondta, hogy nézzem meg majd ezt a motorteret, hogy elektronikus benzinbefecskendezés számítógépes vezérléssel, és nézzem meg, hogy milyen volt mondjuk egy Fiesta így 84-5 környékén, vasblokk, karburátor. Szóval ebből a tekintetben ez nagyon-nagyon előremutató volt, de közel sem volt még annyira űrhajó, mint a másik. Ugye ez egy sportmodell, tehát van benne egy rendes toronymerevítő, de igazából ez még az a szeretnivaló régi autó, ellenben a másik, azzal még lehet egy nagyon durvát autózni. És ugye miért szeretjük a Civicet? Hát a futómű miatt, tehát hogy a 2-es CRX-ben, mivel az már egy negyedik generációs Civic alapjára épül, elől-hátul dupla akarban. Talán a legigényesebb futómű, hogyha nem számoljuk az ötlengőkart, amiket a prémium autóban alkalmaznak hátul. Ez viszont egy torziós első futóművet kapott, azaz a berugózás az egy csavarodó ricnis rúd révén van meg, és ezért lehet az autókat tök jól ültetni, ugyanis hogyha ezt a rudat kihúzzák és arrébb teszik egy vagy két foggal, akkor már is csökken a hasmagasság, csak arra kell figyelni, hogy az ember mindig megjelölje, hogy hova rakja, mert különben féloldalas lesz az autó, és ugye külön jó, hogy nem változik a rugózásnak a karakterisztikája, nem változik maga a rugó állandó attól, hogy alacsonyabb lesz az autó, mert hogyha beraksz egy ültető rugót az autódba, a rövidebb a rugó, az természetesen keményebb lesz. Ez nem lesz keményebb, csak laposabb. Hátul viszont maradt a sima csatolt lengőkar, ugye egy híd,
de ezeknek az autóknak meglehetősen rossz volt a híre ilyen szempontból, ugyanis hátul már nem nagyon van bennük sok súly, és hogyha valaki a kanyarban elvette a gázt, akkor nagyon könnyen eshetett seggel az áramba. Tök érdekes, hogy CRX-nek ugye Európában és Amerikában hívták, míg Japán belt piacon volt ott egy kötőjel is, amúgy futott még Ballad Sports néven is, amennyire sikerült megtudnom, az R az a Renaissance-ra utal, és hogyha tippelnem kéne, az X az pedig az Experiment, ugye a Honda szeretett ezzel dobálózni, az NSX is azért X, mert hogy New Sports Car Experimental. De hogy közel sem a sportosság volt első körben a cél, hanem hogy építsenek egy úgynevezett duet cruisert, vagyis egy kis, kétüléses ilyen fiatal pároknak, vagy otthonukat éppen elhagyó gyerekeknek szánt kis autót, amivel takarékosan, problémamentesen, olcsón el tudnak jutni A-ból B-be. És hogy ez az autó olcsó és takarékos tudjon lenni, ahhoz könnyűnek kellett megcsinálni. Most egy autó akkor lesz könnyű, hogyha sok műanyag karosszéri elemet használnak, így például műanyag a lökös, a toldat, a maszk, ez ugye közel sem volt magától értetődő 83-ban. Tök érdekes, hogy volt neki egy meglehetősen érdekes bukólámpa megoldása, nagyon viccesen néz ki, ahol maga a lámpatest fix volt, de volt előtte egy ilyen szervóval mozgatott, nem is tudom, búra, amit így leemeltek róla, amikor használni kellett. Nem feltétlen tudom mi értelme, de a gyűjtők megvesznek érte. Műanyag még a sárvédő is, műanyag még az ajtólap alsó része, és hogy így haladunk hátra, tényleg sok elem abból van, na meg a jellegzetes hátsó szárny ugye, hogy egy kicsit csökkentsék az autó pulkormányzottságát, hogy egy kicsit kevésbé akarjon nagysebességnél elszabadulni a hátulja. Tényleg amúgy még olyan változata is volt, amiben egyszerűen nem volt hátsülés, és úgy az ember kapott egy egész értelmes méretű csomagteret. Aztán nyilván ez a fajta alacsony súly, meg a négy sarokba kirakott kerék, az úgy jót tesz a sportosságnak, és akkor idővel megérkeztek a sportváltozatok is belőle, és nyilván hondás körökben a D16-os motor az meglehetősen ismert, hatalmas kultúrája van, lehet tuningolni, faragni, akármit csinálni, és amikor benne van egy ilyen 800 kg körüli autóban, azért még ma is szalad. De összességében, ami nekem ezt az egészet eladja, én ezzel nem akarok gyorsan menni, mert ez egy kedves, régi autó, nem akarja ezt már úgy az ember bántani, pedig amúgy bírja, hogy nézzétek meg a felniket, hogy mennyire jó ez a négy lyukas dizájn. Tetszik ez az aszimmetrikus kitüremkedés itt a géptetén, ugye, hogyha a géptetőn púp van, akkor az csak erős autó lehet, pedig hát semmi szükség nincs rá, hiszen a szívósor itt van, a hengerfej széle meg valahol itt, tehát hogy dizájnelem. Az autó tervezőjének volt egy Zagato Juniorja, onnan merített ihletet, és hogyha mondjuk így az aoszloptól hátrafele nézed, akkor nem is annyira nehéz belelátni. Nyilván a mindenféle ütközésvédelmi normák meg a költségoptimalizálás miatt az eleje lényegesen szolidabb. De akkor is, ha oldalról ránézel ezzel az autóra, akkor egy meglehetősen ikonikus forma. Mondhatnánk, hogy talán a Sirocco, de ugye a Sirocco az egyméretű volt az alapját adó Golf-al. Ez viszont egy kisebb autó volt, mint a Civic. Ez tette annyira potensé. Nem annyira nehéz belecsúszni a bolyrészerkedésbe, hogyha az ember vesz egy CRX-et, mert pokolian lent ülsz. Tehát ez egy nagyon alacsony autó, pedig egy MX-5-tel jöttünk ide, de még azzal az élménnyel együtt sem túl magas. Van egy jó pofa három külön sportkormányunk, jól láthatóak a műszerek, az mindig szép, meg egy igényes, tehát szép a tipográfia, meg olyan hondás, ha jól kitalált az egész, de az egészben a kedvencem azok a fűtésszabályzók, amik megint így a kormány minimális elengedésével kezelhetők, és ne felejtsük el, hogy ez az autó, ez idén 40 éves, tehát 83, 9. hó volt az első gyártás, az volt ugye a 84-es modellév, és ezek a gombok itt kattannak, mozognak, ebben úgy benne van Japán. De az egész egy jól kitalált beltér, van benne valami ötlet nekem, ez a beltér sokkal jobban tetszik, mint a második generációé, a kötelező kvarcóra. Lehajtatod a kis betétet, és akkor itt van mögötte, nem lát, ha nincs rá szükség, akkor nem látod az állító gombokat, meg a kis tároló, hamutartó, érmetartó, amin van egy érme felirat, hogy nehogy véletlen bankkártyát akarja oda tenni, mert oda érméket kell tenni. Plüss. Azért valamiske oldaltartás is van, és azért a váltó az még... Hát vezettem olyan Citroent, ami 5 évesen ennél lényegesen rosszabb volt. Pedig hát egy első kerekes keresztmotoros olcsó autóról beszélünk. Napfénytető. Tényleg
van egyfajta jól megfogható bája, és mivel ugye ez volt a hülye gyerek autó, most a hülye gyerek autók elkoptak a szalagkorláton, vagy megette őket a rozsda, ezért mostanra az image kezd így a szerethető veterán korába érni. Ennek az autónak úgy még van egy érdekes motorsportos vonatkozása. 1988-ban a Mugen, ugye a legendás Honda Tuner tulajdonképpen ezzel érkezett meg Amerikába. Ennek az alapjára építettek egy SCCA versenyautót, és 85-ben a Carlsbad Raceway-en ezzel a Mugennel sikerült bejönni az első helyre. Mondom a második helyezettet, Ferrari 308 GTB, mondom a harmadik helyezettet, Corvette. Az az autó nyilván egy kipakolt, lekönnyített, becsövezett változata volt az eleve elég filigrán járműnek, és tök érdekes, hogy az 1.5-ös EV motort alakították át bele, Weber DCON45-ös karburátorokkal, száraz karteres kenéssel és ilyen egészen elképesztően nevetségesen hosszú leömlőkkel, így sikerült kihozni belőle valami 165 lóerőt. Mindegy. Tehát, hogyha odaállítod egy Ferrari 308 GTB mellé, akkor nem feltétlen gondolod azt, hogy gyorsabb lesz. Márpedig ott a Carlsbad Raceway-en 85-ben gyorsabb volt, ami elég komoly állítás. Annyi meg annyi rém történetet hallottam a CRX-ről, meg az árokbeesésről, meg a fára csavarodásról, meg a papírkaszniról, hogy egy kicsit mindig tartással kell egy ilyen autónak nekiállni. De legyünk vele igazságosan. Ugyanis megnéztem az amerikai közlekedési hatóságnak a pontozását, és ott azt mondták, hogy igazából 4-ből 5 csillagot kapott a törésteszteken, tehát nyilván nem porlasztotta el a falat, aminek nekiküldték, de összességében semmivel sem tört rosszabbul, mint a kortársai, akár egy Fiesta, akár egy Polo. Egész egyszerűen, mert ha ennyi anyagból csinálsz autót, illetve annyi anyagból nem csinálsz autót, az ilyen lesz. Ellenben, hogyha egy kicsit elkezdesz vele összeszokni, akkor azért lehet vele csúnyán haladni. Most nyilván mai színvonalon ez a kormány egyáltalán nem pontos, rohadt nagy a holtjátéka. Nagyon sokat kell tekerni, főleg itt az Orfű környéki szerpentineken a szűk visszafordítóival az ember tényleg a füle mögé tekeri vissza az autót. Már nem ideális. Viszont abban a pillanatban, hogy elkezdünk benne egy picit bízni, és módjával megkóstoljuk, azért úgy összeáll. Hát ez 4000-es fordulat második. Ez az autó nagyon szalad, és mivel tényleg nagyjából egy kinder tojásnyi csomagolóanyag van köztem és a természet között, ezért a nagyon szaladás az még többnek tűnik, mint ami. Tehát megint egy kicsit az van, mint az MX-5-ben, hogy a szembejövő azt látja, hogy egy vicsorgó hülye gyerek dagadó erekkel a nyakán és a kezén küzd az életéért 80-nal. De úgyis az a lényeg, hogy mi mit érzünk. És hát érzés az van. Így. A boldogságtól a halálfélelemig, mindenféle. Nem tudom, rámerjek-e vállalni erre az előzésre, de végül is mi baj lehet. Elvégre CRX-el vagyok. Ez az autó inkább egy kedves öreg autó. Nem annyira penge, másik sem penge, úgy penge nyilván a kor színvonalán, de nem annyira éles, mint a másik. Nem annyira erős, nem annyira agilis. Itt tényleg nagyon nagyokat kell dolgozni a kormánnyal, meg kell találni azt a pontot, ahonnan már pontos, és el kell helyezni az autót az íven, aztán nem öblögetni a gázzal, hanem tartott gázzal, tartott kormányszöggel elfordítani, hogy ne történjen baj. De összességében az tökéletesen látható, hogy mondjuk egy Zsiguliból átülve miért volt atomvillanás egy ilyen Civic. A két autó nagyon hasonlít egymásra sziluettjében, formai megoldásaiban, tehát tényleg, ahogy megcsinálták az Agatóra emlékeztető hátsó ablakot, de igazából a 88-ban bemutatott második széria, ezt ugye 91-ig készült, ez egy lényegesen komolyabb holmi. Tehát még ott tényleg egy viszonylag egyszerű futómű volt az autó alatt,
ezelől hátul kettős keresztlengőkaros, hiszen ez a negyedik generációs Honda Civicnek a lerövidített padlólemeze, és itt már voltak nagyon komoly motorok is, ez itt például egy B16-os, mert egy VT változat, tehát 150 lóerős, viszont mivel ez a csúcsváltozat mondhatni, ebben nagyon sok extra is megérkezett, úgyhogy ezek az autók már azért belekarcolnak az egy tonnába, ami ebben a ligában azért soknak számít. Viszont az arany középút állítólag a 125 lóerős, mert abból még lehet venni ilyen 900-920 kiló körül darabokat, és akkor még megvan az akarat, megvan az erő, de még egy nagyon könnyű, nagyon kis lélekvesztő jellegű autóban ülünk. Mindkét autónál elmondható az, hogy 80-as évek vége, 90-es évek eleje, nagyon szakított a forma egy McLaren, Honda, Senna, stb. És ezért próbáltak egy kicsit rámenni arra, hogy emlékeztessen a szelepfedél, mondjuk a versenyautó motorjának a szelepfedelére. Hangulatában amúgy megadja. Tök jó látni amúgy egy olyan darabot, amiről nem hiányzik a hővédőlemez, amin ennyire szép a szívósor, ahol megvan. Nem egy ilyen buta nagy kúpszűrő van itt, hanem a gyári légszűrőház. Tök jó. Amúgy lehetett venni 5-ös kézivel, volt valami 4-es automata is, de hopp, kék plakett, mert hogy ez japán gyártás még természetesen. Nem csoda, hogy szerették a tunerek, tehát van hely a fejlesztéseknek, itt például könnyen elfér egy turbó, és ez a motor ugye ezt gyárilag is szereti elviselni. Mind a két autóról elmondható, hogy tényleg könnyű fémötvözetekből vannak a motorblokkok, mert így könnyebbek. És hát ez az autó ebben a kategóriában, tehát hogy mondjuk azt a Civicre, hogy nagyjából a Golf méretosztályában játszik, de ez valamivel ugye kisebb annál, tehát mondjuk azt, hogy valahol mondjuk félúton a Polo és a Golf között. Szóval, hogy egyáltalán nem volt jellemző, hogy mondjuk digitális klíma legyen egy autóban, hogy elektromosan behajtható tükör legyen egy autóban. Sőt, ennek volt olyan változata is, hogy olyan extrém üvegtetőt kapott, nem csak egy ilyen nyithatót, hanem hogy véget ért a szélvédő, itt volt egy keresztgerenda, végig üvegből volt, aztán végig üvegből volt, és ugye itt még a csomagtartónál is megtartották ezt az üvegbetétet a jobb hátralátás miatt. Tehát egy nagyon pici autó, akkora körben láthatósággal, körbetekintéssel, vagy annyira kis holtérrel, mint mondjuk egy Renault Espace, ami városban, városi használatnál aranyat ér, hogy az ember mindig tudja, hogy mi van körülötte, főleg, hogy ez már a maga korában sem számított magas autónak. Tényleg ABS volt hozzá, szervókormány. Egy csomó olyan dolog, ami így a 80-as évek végén ebben a méretosztályban ismeretlen volt. Ez itt egy kevésbé ötletes, kevésbé jópofa beltér, mint az első generációé, de az ergonómiáját azt nem lehet eltagadni. Minden jól látható helyen van, minden gombbal kezelhető, és tényleg itt van. Valószínűleg ez a vakkapcsoló lenne a légkondihoz tartozó kapcsoló, valószínűleg itt lenne a tükörbehajtónak a gombja. Nyilván ez nem egy fullos darab, tehát ezekben nincsenek ezek benne. Hogy a váltója az még mindig jó. Jó, ez egy, egy ilyen 100 ezer, éppen csak 100 ezer fölött futott autó OT-s, tehát rendbe rakták, nyilván ezeken ilyenkor nem szoktunk meglepődni, de az biztos, hogy a millió maga az nagyon magán hordozza az évtizedet, tehát ez már inkább a 90-es évek, mint a 80-as évek, az ugye még masszívan a 80-as évek, finoman klatja mindent, tehát tök jó az egész, nagyon jó érzés benne lenni, és olyan jó látni, ez Attilának, a tulajdonosnak mániája, hogy mindenbe a gyári rádió legyen, ez itt most egy Honda fejegység, Honda Auto Reverse, automata visszatekerés. Tök jó, és ugye ebben még talán egy fokkal alacsonyabban ülünk, mint az előzőben, és nagy a rugóútja az autónak, ezt beszéltem tegnap a típust egy ismerő kollégával, hogy nagyot mozog, ezért szokták őket jól megültetni, mert az ültetésnek van helye, és akkor még alacsonyabbra kerül az ember, bár aki ennél alacsonyabbra akar autót vezetni, az már inkább csúszson seggen, vagy menjen gördeszkával, mert nem gondolnám, hogy ennél lejjebb akarok kerülni egy autóban. Ugye a CRX-ről mindig, mint száguldó koporsó beszéltek, bár ez egy nagyon elkoptatott közhely szerintem, viszont egy kicsit megalapozta az autó. Ugye eléggé könnyű a hátulja, és ezért, hogyha valaki kanyarban elveszi a gázt, akkor nagyon könnyen meg tud pördülni. Előre terhel az autó, hátul elfogy a tapadás, aztán jön a kemotoxos légy. Na de, ennél az autónál a frissítésig, 89 környékéig,
még inkább hajlamos volt erre, ugyanis úgy hangolták, hogy az átlagos első kerékhajtású autók azok jellemzően ortolósak, hiszen egy átlag sofőr, hogyha megcsúszik alatta az autó az erejével, akkor visszaveszi a gázt, vagy egy kicsit nyit a kormányszögön, és vissza tudja szerezni a tapadást. Ezért szándékosan ilyen a legtöbb utcai autó, egész egyszerűen, hogy ne halljon meg a tulaj. Viszont a CRX az mindent, a CRX mérnökei mindent megtettek azért, hogy a lehető legkevésbé tolja az elejét, sőt a hátuljával inkább besegítse magát a kanyarba. Ennek az autónak elég durva a hátsó széttartása, bár már egy 91-es, tehát utolsó szériás példány, itt már dolgoztak ezen, de hogy még így is egészen drámaian befordul. Viszont a 89-90 előtti daraboknál más volt még a hátsó lengőkar, ami a kialakítása révén egyfajta passzív hátsókerék kormányzást engedett, ezért még inkább hajlamos volt arra, hogy az autó terhelés alatt eldobja magát. Nagyon durván hozza ez is a lélekvesztő élményt. Csak ugye a másik méreteiből és főleg a felépítéséből adódóan mondjuk 20 km per órával lejjebb hozta a lélekvesztő élményt. De már megvan a jellegzetes hondás üvöltés, az a báhang, amikor nagyon-nagyon elkezdi nyelni a levegőt. És ugye ez megint csak egy olyan dolog, amire úgy nem nehéz rezonálni az ember lelkével. Harmadikban eléri a 100-at, és onnan még hátra van, hát bő 2000 fordulat. De jó. Egyfelől mai standardek szerint ez az autó tényleg egy lélekvesztő. Lifeg, lobog, össze-vissza. Ugyanakkor akkoriban elég komoly előrelépés lehetett az első generációhoz képest, a magyar autóparkhoz, tehát a 90-es évbeli magyar autóparkhoz képest, meg aztán tényleg ez is egy atomvillanás. De hiába lifeg lobog, helyén vannak a kerekek, nem veszítjük el az utat, és tényleg egy szűk kanyarokban, amikor fordítjuk vissza, akkor sem hagyja el magát. Ez nagyon potens, nagyon sok van ebben az autóban. Nyilván ahhoz, hogy ma már ezt ütőképesnek gondoljuk, ahhoz kéne alá egy másik futómű, egy korszerű futómű. Mert az alapok amúgy jók, tényleg nincs súly, ott van alatta a sok-sok lengőkar, tényleg ilyet ma már nem csinálnak nagyon kompakt autókban, talán már a Ford is elhagyta a fókusz alól. Ezt az autót itt most fordulaton hajkurászni, az egy kicsit olyan, mint hogyha valakinek lenne egy nagyon jó fajta minőségi ízes kávéja, és nyakon öntené másfeles tejjel. Egész egyszerűen az OT rendszámmal már nem kell vele ezt csinálni, mert a történeti értékét kell szem előtt tartani. De mégis valahogy beleülünk így 30 év táblatában, a 32, ez az autó egyidős velem, és olyan érzés, hogy még mindig tudom, hogy nem kéne, de nagyon csinálni akarom, mert baromira kívánja az egész. És nyilván közel sem olyan a pontos a kormánya, mint lehetne. A futóműve is puhus, de úgy a lemezek alatt érezni, hogy nagyon jól van megcsinálva. És nem öblögetünk bele a kanyarba, csak gázt adunk és kihúz, mert akkor nem lesz baj. Tényleg. Kéne neki egy sperdifi, főleg ez a teljesítmény az első kerekek közé, mert akkor még egy fokkal jobb lenne. Hogy mennyire lehet vele nyélen kanyarodni, mert nincs sok réteg köztünk és a külvilág között, ezért nagyon hamar elkezdjük érezni, amikor a gumi már a tapadásának a szélén jár, onnan már nem kell forszírozni. És tényleg az emberben nagyon benne van, hogy föl kéne engedni a gázt, vagy változtatni kéne a kormányszögön, de inkább nem. Észre kell vezetni.